Jó estét kívánok! Üdvözlöm a 105 TV nézőit! Az elmúlt hónapok legfontosabb önkormányzati híreiről tájékoztam önöket. Júniusban befejeződik a hivatal energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos pályázat megvalósítása. Ennek keretében megtörtént az épület nyílászárainak cseréje, az irodák tisztasági festése és kialakítása került egy akadálymentes mosdó. A külső szigetelés és a színezés munkálatai még folynak. Folyamatban van a 130 millió forintos bölcsőde bővítéssel kiírt nyílt közbeszerzési eljárás, ennek során kerül majd kiválasztásra az építési munkákat végző vállalkozó, és ezt követően kezdhetnek meg a munkálatok. Folyamatban van az óvoda felújítása is. Erre 80 milliót kaptunk. Megkezdődött a Szóládi utca járda egy szakaszának felújítása is. Van több benyújtott, de még el nem bírált támogatási kérelme is az önkormányzatnak. Egyik a belügyminisztériumi útfelújítási pályázata, amelynek keretében a Kültelek, a Tábor és a Gesztenye utca nagyon rossz állapotban lévő útburkolatát szeretnénk a 20 millió forintos támogatásból felújítani. A támogatást 5 millió forinttal ki kell egészítenünk. A Magyar Falu program keretében is lehetőség nyílt útfelújítási pályázat benyújtására. A 15 millió forintos támogatásból az Ady Endre utcai buszforduló felújítását tervezzük megvalósítani. A fő utcáról az Ady Endre utca 7 számig saját forrásból finanszírozni szeretnénk az önkormányzat a járda felújítást. Szintén Magyar Falu programos pályázat nyújtottunk be a játszótér fejlesztésére. A polgármester hivatal mögött rossz állapotban levő játszóteret szeretnénk felújítatni, és ezért 5 millió forintos támogatásba fogunk részesülni, remélem. Ahhoz, hogy valami játékot kicserélhessük, és egy új modern játszóteret alakítsak ki, a támogatási összeget saját forrásból meg kell növelnünk. A Magyar Falu program belül lehetőség van kommunális eszközbeszerzésre is pályázatnak. 15 millió forintos értékben a Balatonszászói Kft-nek szervezünk egy traktorbeszerzést. Az év végén befejeződött a Kisfaludi 2030 non-profit ZRT által meghirdetett strandfejlesztés 3-as ütemében zajló központi strandfelújítás, amelynek során egyebek mellett az öltözők és a mosdók felújítása és egy 450 négyzetméteres napozósték kialakítása került megvalósításra. Ez év május 31-re a felújítás 4. üteme is megvalósul. Ennek keretében 100%-os támogatással történik meg a strand hüvesítése, padok és asztalok, valamint napelemes kandelláberek elhelyezése. A központi strand nyitását 2021. június 22 tervezzük, hiszen a frissen elültetett fűnek meg kell erősödnie. A nyitás előtt saját költségen elvégezteti az önkormányzat az öblök és a homokozók tisztítását. Folyamatban van a központi strandon az egyik büfé helyiség üzemeltetésére kiírt versenytárgyalási felhívás. Az érdeklődők pályázattal kapcsolatban a honlapunkon található bővebb információ. Korábban már tájékoztattam a lakosságot arról, hogy a fizetős strandot látogató vendégek biztonsága érdekében az önkormányzat szakértőt kért fel a strand területén lévő fák állapotának vizsgálatára. A Garden Faápoló Kft. 2021. április 8-án elvégzett vizsgálata során megállapította, hogy 8 darab fa olyan mértékben korhat, amely már veszélyes lehet a strandolók életére, testi épségére, ezért kivágásuk szükséges. A fák kivágása a hónap elején megtörtént. A növények pótlására 8 darab platán és 8 darab fehér fűz ültetéssel fog megvalósulni. A Vízparti utcai strandként használt közterület a magyar állam tulajdona. Kezelője a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az igazgatóság szakértővel felmérette az itt lévő fák állapotát, aki sajnos 18 darab fa esetében megállította, hogy azok száradtak, korhadtak és veszélyesek. A balesetveszély elhárítása érdekében a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kérelmezte a fák kivágásának engedélyezését. Egyben nyilatkozott arról, hogy gondoskodik a növények pótlásáról. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Hunyadi utca folytatásában lévő a 7-es számú főút és a Kisfaludi utca közötti elnyomott területen az építési telkek kialakítása már folyamatban van.
A növényekkel sűrűn benőtt terület tisztítása megkezdődött. Az Erzsébet partnál lévő egykor túra kemping területén is folynak a telekialakítást megelőző munkálatok. Végeztetül egy örömteli hírrel szeretnék beszámolni önöknek. Áprilisban született kormányzati döntés arról, hogy a József Attila Emlékház állami tulajdonból ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerül. Ezúton is köszönöm Vicman Mihály országgyűlési képviselő úrnak az ügyben nyújtott segítő együttműködését. Kedves tévénézők! Bár a koronavírus fertőzöttségi adatok javuló tendenciát mutatnak, kérem, hogy tovább is legyenek óvatosak, és tartsák be a járványi előírásokat. Nagyon jó egészséget és szép nyarat kívánok önöknek. Köszönöm.